Ilyen a magyar szabadság, ilyen a haza, meg a kiszkőrösi törperős. Csí, de kikerázta magát Putyin matroska babája. Ha megünnepelte a magyar szabadságot, kordonok közé zárva. A nem propagandista újságírókat, meg a közelébe se engedték a rendezvénynek. Ilyen a magyar szabadság, ilyen a haza, kordonok közé zárva. Apropó, tik át tudtatok menni ezen a beléptető kapun? Sajnos ez volt az egyik előfeltétele annak, hogy megnézhess délőben a golyóálló mellényes Pubi beszédjét. Ez a Vektor gyerek nem nagyon mer mostanában kiállni a nép elé. Még a nemzeti ünnepek alkalmával sem. És valamiért egy ideje messze elkerüli a fővárost is. Azért milyen érdekes. Honvédségi magángéppel a pénzünkön csak el tud repkedni a veszélyes migránsokkal teli Olaszországba. És ottan testőrök és golyóálló mellény nélkül elbattyog mindenhova. Hát persze ott nincs néparag. Ott azt se tudják kicsoda. Hát itthon ez nem megy. Be van feszülve. Még egy nemzeti ünnepen se ereszkedik le a néphez. Hát csak nem gondolod. Szóval nem véletlen, hogy a felcsuti pizzaképű most is csak szűrt tapsikolók előtt tartotta meg performanszát Kiskörösön. Oda ment leszerepelni. Szia, nézőket is úgy küllött összekaparni a jeles alkalomból. Telefonon toborozták őket. A szomszédos vármegye fideszes kapitánya telefonon inzultált mindenkit, hogy gyertek, nézzétek már meg Kiskörösen a Viktor beszédjét. Hát hon van ilyenkor az a 3 millió hívő, az anyád úristen itt? Sajnos most nem értek rá a lengyel statiszták. Nem tudtuk felbuszoztatni őket. Nem vagyunk most jóba. Ürihari. De azért így is mennyi előkelő politikus volt ottan Kiskörösön. Megszállták Petőfi házát a dicsőséges nagyurak. Csóri Petőfi forog a sírjában. Így meggyalázni az emlékét. Ha ma élne, Orbánék ellen szervezne forradalmat. Azért van annak egy diszkrét bája, hogy a felcsuti Kim Jong-un körbekordonozva, átvilágított közönség előtt, golyóálló bugyiban papol a szabadságról. Hogy is hangzott a 12 pont első pontja? Kívánjuk a sajtó szabadságát, cenzúra eltörlését. Bocsánat, ez a kormányzásunk alatt már megvalósult. Csak megfordítottuk. Kívánjuk a cenzúra szabadságát és a sajtó szabadság eltörlését. Na de most már befejeztem ezt a lipsi fröcsögést. Gyerekek, kijelenthetjük, hogy nálunk sajtószabadság van. Tudod, honnan tudom? Mert bemondta a független köztévében a kormányinfón ez a kis szemüveges sertésgulyás. Kijelentette, hogy nálunk a sajtószabadság nem kérdőjelezhető meg. Jaj, de jó pofa vagyok, Gerike. Te, én most már értem, hogy a Fábri mécseszte szét a rádiókabarét. Mert nem volt rá szükség, ezek a Geriék sokkal viccesebbek ottan. A kormányinfó lett az új kabaré. Még ilyet nem kérdőjelezhető meg a sajtószabadság nálunk. Hát persze, hogy nem, ugyanis a cenzúra nem engedi. Mondjuk, ami nem létezik, az amúgy is nehezen kérdőjelezhető meg. De hát persze, hogy nem kérdőjelezhető meg. És ha valaki mégis megtenné, azt felszámolják, vagy bekebelezik. Csak hogy pár példát mondjak, felvásárolt megyei lapok, tévécsatornák, híroldalak, elnémított frekvenciák. Hát ugye. Hát különben nem értem, hogy még kell sírni. Hát nálunk sajtószabadság van. Hát az ellenzék is kap 4 évente 5 percet a közmédiában. Hát ugye, aki a kicsit nem becsüli. Jaj, te, visszatérve a Kiskörösi falunapra. A Vitya már alig várta, hogy miután felolvasta papírból a Bayer Zsoca által megírt hülyeségeket, végre megehesse a jó megérdemelt narancsos Orbán pizzáját. De jó néz ki, de gusztusos. Direkt neki találta ki egy helyi pizzéria. Jaj, de aranyosak. Meg küldött nekik hálálni, hogy milyen nagy segítséget kaptak a vendéglátósok a Covid alatt. Ezt a pizzát direkt a Viktor ízlésének megfelelően fejlesztették ki. Hű, mézes alap, erős paprika, csirkefarhát, narancs, belsőségek. A német Szilárd, a csepeli dögevő mindjárt beájulna, ha egy ilyen pizzát kapna. Hát kép alapján nem nézett ki rosszul ez a pizza, de az egy kis mókushere, egy kis lecsó, tüdőbojs, vagy valami varjúvese, tejszínhab, fecskeagyvelő, azért még elfért volna rajta. Azért a Vitya sem tréfál, ha kajáról van szó.
Mindent megeszik, amit eléraknak. Nem válogat. Jó teszi, egye is meg. Én most is a koleszterinnek szurkolok. Gyertek el az önálló estjeimre. Mondom a helyszíneket. Győr, Szombathely, Zalaegerszeg, Budapest, Balmazújváros, Oroszlány, Mezőkövesd, Salgótarján, Mosonmagyaróvár, Kaposvár, Gyömrő, jegyekért és további helyszínekért írd be a böngésződbe, hogy tixa.hu/Somogyi András. És iratkozz fel a YouTube csatornámra is.